a levegő vízbefogadó képességét vizsgáljuk. Az két lombikot egy üvegcsővel összekötöttem. Az egyik lombikba vizet töltöttem, és ezt melegítjük, és egy idő után azt kell látnunk, hogy a másik üveg fala be fog homályosodni. Jó, láthatjuk, hogy a felforralt lombikból a forró vízgőz átkerül a fogadó lombikba, és ha lehűtjük a levegőt, akkor a lombik elhomályosodik. Tehát az a megállapításunk, hogy minél melegebb a levegő, annál több vízgőzt képes befogadni.